rendkívüli évről, valójában két fél évről, ami felér két évvel is, kell számot adnom. Tehát rögtön jelezném, hogy a 2021-es év az valójában két teljesen különböző fél évből áll. Az első fél év még mély válság, összetett válság, egészségügyi, gazdasági, érzelmi, társadalmi, közösségi válság. Viszont a második fél év végére a magyar gazdaság kijött a válságból, nem saját magától, hanem a kormány és a jegybank, az üzleti szektor, a családok, az önkormányzatok, bankrendszer segítségével, és a második fél év már egy V alakú kilábalást mutat. Azt gondolom, hogy a legfontosabb megállapítás a 2021-es évből a gazdaságtörténet felől tehető meg. Itt 2020 második negyedévétől egy kicsit több, mint egy év után már sikerült kijönni a válságból. Ez egy nagyon gyors és nagyon hatékony válságkezelés volt, szemben mondjuk a 2008 utáni válságkezeléssel, 2009-2010, amikor oly mértékben sújtotta a magyar gazdaságot egy kettős válság, 2008-ig a belső elrontott gazdaságpolitika miatti válság, a 2002 és 2008 közötti időszakban, majd a globális pénzügyi válság, hogy csak 6,5 év alatt jött ki. 6,5 év alatt jött ki, tehát elég 6,5 év egész időszaka kellett ahhoz, hogy a magyar gazdaság helyreállítsa a válság előtti teljesítményét. Most ez valamivel több mint egy év alatt sikerült, és azt gondolom, hogy világos, hogy miért. Egy hitel alapú sikeres válságkezelést hajtottunk végre. Ez azt jelenti, hogy a kormány és a jegybank, a kormány részben a jegybank forrásainak felhasználásával, a bankrendszer teljes egészében a jegybank forrásainak felhasználásával egy olyan hitelbővülés alapozott válságkezelést hajtott végre, ami sikeres volt. A számok meggyőzőek, az Európai Unió 27 országából a háztartású családok hitelállományának a bővülését nézve a legmagasabb hitelállománybővülés történt. A hitel az mindig egy kétes, kétélű dolog, de egy válságban életet menthet, és ez így is volt. Harmadik legnagyobb a vállalkozói üzleti szektor hitelállománybővülése, amely egyharmadban beruházási célokat szolgált, kétharmadban a túlélés szolgálta, alapvetően a forgóeszköz hitelezés bővülése révén. A Magyar Nemzeti Bank a kormánnyal egyeztetve, együttműködve 11 ezer milliárd forintot bocsátott a magyar gazdaság rendelkezésére 2020-ban, 2021-ben. Ez egy példátlan magas összeg a magyar gazdaságtörténet felől nézve, az Európai Unión belül csak a nálunk sokkal gazdagabb, meg nagyobb, és persze az egész eurózónára kiható Európai Központi Bank hajtott végre ennél nagyobb gazdaságélénkítést, vagy gazdaságvédelmet. A Magyar Nemzeti Bank ezt azért tehette meg, mert 2013 után rendbe tette a mérlegét, és a válság idejére olyan egészséges mérleggel rendelkezett, ami megengedte, hogy a korábbi 25%-ról, GDP-es 25%-ról 43%-ra emelje fel a jegybanki mérleget. Nos, ez az a 11 ezer milliárd forintnyi forrás, amiről beszélünk. A 2021 második felében mért infláció, ami már magasabb a jegybanki, 5,3% magasabb a jegybanki tolerancia sávnál is, tehát a 3 plusz-minusz 1%-nál följebb van. Ez 80%-ban az energiahordozók árrobbanásának köszönhető, benne van már az ellátási láncok, termelési láncok szakadása, benne van a szállítási költségek, 9-10-szeresére növekedése, de alapvetően az energia árrobbanás van benne abban, hogy 2021 második felében visszatért az infláció. Volt egy
nem is annyira rejtett, inkább nagyon is heves vita a globális jegybankok körében, de a kormányok és jegybankok között is, hogy egyáltalán lesz-e infláció a 2020-as évtizedben a válságból való kilábalás után. Nagyon sokan mondták azt, hogy nem lesz, mert a korábbi évtizedben sem volt. Egy alacsony inflációi évtized volt a 2010-es évek által jellemzett évtized. Azután voltak, akik azt mondták, hogy lesz, de átmeneti lesz, csak kiugrik mindig egy-egy hónapban az infláció. És nagyon kevés jegybank volt, a világban 3-4 olyan jegybank volt, az Európai Unióban pedig egyetlen egy, Magyarország, a Magyar Jegybank, akik azt mondták, hogy nem tartósan magas inflációs környezetre kell számítani a 2020-as években. Természetesen sokfajta kutatás, számítás, elemzés van emögött a megállapítás mögött. Mi azért mondtuk ezt, mert minden jegybanki belső kutatás, minden gazdaságtörténeti előrejelzés azt mutatta, hogy a 2020-as évek hajlamai, tendenciái, trendjei, azok megismétlik az 1970-es évtized trendjeit, hajlamait. Van egy 50 éves ciklus a világgazdaságban, ahogy van egy 80 éves is. A 80-es ciklus szerint az 1900, ez még kevésbé jó hír, az 1940-es éveknek a szerkezete is visszajöhet a 2020-as években, háború, hidegháború. De az 70-es évtized szerkezete meg egyértelműen azt jelzi, hogy egy magas infláció, alacsony növekedés, stagflációnak hívjuk, hosszú távon jellemezheti ezt az évtizedet. Mi nem is rejtettük vég alá, mert 2018-19-től azt jeleztük a partnereinknek, az Európai Központi Banknak, a jegybankkárok világának, a kormánynak és a magyar üzleti szektornak, hogy bizony erős kockázata van annak, hogy az 1970-es évtized nem ugyanúgy, de szerkezetében hasonlóan megismétlődik a 2020-as években, ami azt jelenti, hogy előbb-utóbb visszajön az infláció. És az előbb-utóbb visszatérő infláció magas lesz és tartós. Nos, ez következett be. Az Európai Unióban a mi álláspontunk még 2021 első felében finoman szóval nem volt általános, hiszen aki azt mondta volna velünk együtt, hogy tartósan visszajön az infláció magas szinten, annak lépnie kellett volna. De nem léptek, mert az alapkamat emelés, illetőleg a jegybankok különböző programjának a kivezetése, ez egy nagyon érzékeny dolog, ezt nagyon kevesen vállalták. Egy éves késéssel már többen, mi itt a régióban először a Magyar Jegybank, majd a CSEM, és utána 2021. szeptemberétől a Lengyel Jegybank tértünk rá erre a gondolkodásra és erre az útra. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy tehát a Magyar Jegybank 2013 után újból eltalálta a helyes lépések időzítését. Ugyanúgy, ahogy 2013-ban folytattuk, és ameddig lehetett, végigvittük az alapkövet csökkentési ciklust, rögtön 2013. júniusában bevezettük a növekedési hitelprogramot, érveltünk, és végül meggyőztük a kormányt és a miniszterelnök urat, hogy 2014-ben hajtsuk végre, 2014 őszén a forintosítást, ne pedig 2015-ben. Ha még valaki emlékezik erre, akkor azt látja a belső radarján, hogy 2015. január 15-én rögzítették a svájci frant. Ha nem forintosítottunk volna előtte néhány hónappal, akkor bizony 70%-kal megemelkedett volna 1,3 millió svájci frant hiteles, nagyjából 2,5 millió magyar állampolgár terhe, törlesztési és kamatterhe. Ennek minden következményével együtt. Azt gondolom, hogy hasonló módon helyes volt az aranyvásárlás időzítése. 2018-ban 10-szeresére növeltük Magyarország aranytartalékát, és 2021-ben a korábban 10-szeresére növelt aranytartalékot meg 3-szoroztuk, tehát
3,1 tonnáról 94,5 tonnára növeltük Magyarország aranytartalékát. Ez is a 2021 év célzott eredményes jegybanki döntése. Még egyszer szeretném jelezni, hogy a még korai a Magyar Nemzeti Bank tevékenységének hosszú távú értékelése, de azt már szeretném jelezni, hogy az a jegybank nyer ezekben az években, évtizedekben, amelyik eltalálja az időzítést. Vannak olyan partnereink, és ott még nem állt helyre a 2019-es gazdasági teljesítményszint, amelyek halogatják a döntéseket, és nem néznek szembe azzal, hogy ez az évtized egészen más, mint a korábbi. Ahogy 2008-2009 után, hogy ezt Magyarország miniszterelnökkel többször jelezte, akkor nem jön vissza a régi világ, most sem jön vissza 2020 után a korábbi évtized, alacsony inflációval, magas növekedéssel, gyors és olcsó hitelbővüléssel jellemezhető világa. Aki nem lép át gyorsan az új világba, hát az sajnos minden negatív következményét elviselje. Az arany tartalék jelentős növekedése azt eredményezte, hogy a jegybank 345 milliárd forintnyi nyereségre tett szert, az arany tartalék meg 30-szorosára növeléséből, és ez a nyereség ad majd nekünk lehetőséget arra, hogy igyekezzünk számviterileg legális és helyes módon eltüntetni a 2022-es év veszteségét. Óvnék tehát attól mindenkit, magunkat is, hogy eleve veszteségesnek lássuk a jegybank 22-es évét, de ez még korai, mert 21-es évről van szó, amikor 57 milliárd forintos veszteséget mutatott ki a Magyar Jegybank, amelyet sikeresen fedezett a 2013-2020 közötti eredményes működés tartalékából, 150 milliárd forintot meghaladó tartalékából, tehát volt forrás a veszteség kiegyenlítésére. Így lesz ez később is. Tisztelt bizottság, tisztelt elnök úr, elnök urak, hölgyek, a 2021-es évnek azonban, és ha megenged ezzel egy kicsit kitekintenék a 22-es évre, sőt a 23-as évre is, mert talán az egész évtizedre volt egy kedvezőtlen fejleménye, ez pedig az, hogy 2021-ben a költségvetés egy jelentős 6,8%-os hiányt halmozott fel. Szemben a lengyel költségvetés, amely 1,9%-os hiányjal zárta a 2021-es évet. A 2021-es év tehát nem csupán abból a szempontból forduló pont, hogy az első fele még válság, a másik fele egy gyors kilábalás, sőt kiugrás a válságból. Nem csupán abból a szempontból forduló pont, hogy a Magyar Nemzeti Bank elindította a 2020-as évek megnyerésére alkalmas monetáris politikát, hiszen, ahogy ezt képviselő hölgyek és urak tudják, nem csupán az alapkamat emelési ciklusunk indult el 2021. júniusában, hanem kivezettük év végéig valamennyi korábbi programunkat. Kivezettük az NHP hajrát, kivezettük a kötvényprogramot, és egy sor más kevésbé látható, de a bankrendszer likviditását bővítő programot kivezettük, annak érdekében, hogy eredményesen harcoljunk az infláció ellen. 2021-ben azonban elszállt a költségvetés hiánya, ez gazdaságtörténeti tükörben nézve gazdaságpolitikai műhiba volt. Az infláció beindulásakor a jegybank a fékre lépett, a kormány pedig a gázra. Ebből 2022-ben már 14,5%-os infláció lesz, és éves átlagos infláció, a legutóbbi adat ugye 21,1% lesz,
valószínűleg még följebb megy az inflációs folyamat, és jövő év első felében nagyon lassan indul lefele az infláció Magyarországon, majd a 2022-es év, tehát ennek az évnek a második felében már gyorsabban csökken, de így is az év 2023 első felében lassan csökken, 2023 második felében gyorsabban, így is azonban 2023 egészét tekintve 15%-os infláció várható az alapforgatókönyv szerint. Amennyi ez a béke forgatókönyve, ha nem ez a forgatókönyv lesz, akkor 18% körül alakul az infláció, ami már az Európai Unió legmagasabb inflációi lesz a jövő évben. Ennek okait ismerjük. Az első ok az, hogy 2021-ben a magyar állam inflációs politikát meghatározó két intézménye, a kormány és a jegybank különböző utakra tért át. Megbomlott a kormány és a jegybank korábbi gazdaságpolitikai összhangja. Ez sokba kerül, ez 2022-ben 14,5%-ot alapoz meg. Természetesen továbbra is az energiaára árrobbanás a legnagyobb tétele az inflációs forrásoknak, de második helyen már a költségvetés áll. Meg kell önöknek egyenesen mondani, hiszen ha nem nézünk 2020-as évek elején egyenesen a tükörbe, akkor bizonyosan nem nyerjük meg a 2020-as évtizedet. Ebben egészen biztosak lehetünk. Ha továbbra is úgy teszünk, mintha nem lennének nagyon kedvezőtlen makrogazdasági folyamatok Magyarországon, akkor nem hozunk olyan döntéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy folytassuk a 2010-es év sikeres felzárkózási politikáját. Nos, ezeknek a döntéseknek a meghozatalához világosan látni kell a helyzetünket. Ma Magyarország a világ negyedik-ötödik pénzügyileg legsérülékenyebb országa. Ide visszakerülni ebbe a csoportba kár volt, ebben nagyon sok hibás döntés van, ebben benne van az a döntés, hogy 2010-ben a kormány nem hozta meg a Nemzetgazdasági Minisztérium által előterjesztett döntést, tehát nem indított el egy 2000 megawattnyi megújuló energiát előállító programot. Ennek hatására 2020-as években robbanó energiaárak Magyarországra egy az egybe begyűrűznek. Aki korábban olyan 2021-ről azt mondta, hogy nem gyűrűznek be az árak, az energiaárak, az tévedett, ahogy a 70-es évtizedben a kommunista kormányok tévedtek, és aki azt mondja, hogy lokális kivétel lehetünk, az is téved. Nem vagyunk lokális kivételek. Ha csak nem olyan értelemben, hogy tehát néhány makrogazdasági adatunk a pénzügyi rendszert, főként a pénzügyi rendszert nézve, ma a legsérülékenyebb országok közé sorol bennünket. Ilyen a folyófizetési mérleg magas deficitje, 8% körüli hiányt mutat majd, ilyen a költségvetés magas deficitje, még egyszer, súlyos gazdaságpolitikai műhiba volt a múlt évi 6,8%-os költségvetési hiány. A Magyar Nemzeti Bank azt kérte a kormánytól, egyetérte a kormány jövedelmi intézkedéseivel, ezt nagyon, nagyon aláhúznám, mert egyetértettünk, egyik-másik intézkedés mi javasoltuk. Azért javasoltuk, hogy a fogyasztás stabilizálásával stabilizáljuk a költségvetés bevételét, illetve a foglalkoztatást. Egyetértettünk. Tehát lényegében minden jövedelmi intézkedéssel az SZIA visszatérítésétől a 13. havi nyugdíjon keresztül az összes többi jövedelmi intézkedés. Azonban azt javasoltuk a kormánynak, amit sajnos nem fogadtak meg, hogy ugyanakkor az állami beruházások GDP arányos 7,1%-át azt szűkítsük, azt vegyük le, felezzük meg. Ha ezt megtette volna időben Magyarország 2021-ben, akkor sem a 21-es költségvetési hiány nem alakul 6% felett, sem az idei 2022-es.
Van még egy olyan terület, amit ki kell emelnem az infláció forrásai közül, ez pedig az élelmiszeripar. Ma Magyarország az Európai Unió hátulról második, csak Bulgária van mögöttünk, legalacsonyabb termelékenységével működik az élelmiszeripar területén. Azt is tudjuk, és ez természetes, hogy minél alacsonyabb egy ágazatban a termelékenység, annál magasabb annak az ágazatnak az inflációja. Hiszen ha nincs elég kínálat, akkor a kereslet fölhajtja az árakat. Ez egy 1776 óta, Adam Smith óta általános piaci törvény. A magyar élelmiszeripar elfogadhatatlanul alacsony termelékenységgel működik, monopóliumokkal működik, magas importhányaddal működik, magas energiahányaddal, és ez az Európai Unióban még egyszer második legalacsonyabb termelékenység okozza azt, hogy ma, 2022 őszén, a mondjuk 21,1%-os havi inflációban már 40% az élelmiszeripari infláció. Az energiával együtt pedig 50%. Viszont az infláció még további emelkedésében már 50% a részesedése az élelmiszeripari inflációnak. Ha az energiát is ideveszem, akkor 3/4 részét adja. Ez a két ágazat terület a nagyon magas, elfogadhatatlan magas inflációnak, és ez nem csak erre az évre érvényes, hanem sajnos a jövő évi 15-18%-os inflációs várható sávnak is. Az élelmiszeripiron belül, valójában a mezőgazdaságon belül van még egy nagyon pontosan kivehető sebe a magyar gazdaságnak, egy sérülékenység, ez az öntözés. Mondanám, hogy teljes hiánya. Ugye azt mindannyian láttuk, hogy 1,3 millió hektárról jelentettek aszálykárt. Úgy gondolom, hogy a gazdák nem véletlenül jelentenek aszálykárt, az valódi kár. Ugyanakkor a teljes megművelt területek, ez háromszorosa az aszálykár által sújtott területnek, csak 4%-án készültünk fel az öntözésre. És ennek is csak egy kicsivel több, mint a felét öntözzük. A 2010-2022 közötti időszakban átlagosan évente a GDP 0,6%-át veszítettük el azért, mert nem öntözünk. Magyarországról több víz megy be, mint bejön, miközben vízben gazdag ország lennénk elvileg. A gazdaságtörténet példátlannak fogja találni azt a hibát, hogy egy még mindig részben agrárország, annak ellenére, hogy csak 4%-a a teljes bruttó hazai terméknek a mezőgazdasági teljesítménynél nagyobb, hogyha az élelmiszeripart, illetőleg a turizmust is beveszem, hogy ez a még mindig valójában agrárország nem él az öntözés egyébként kitűnő lehetőségeivel. Évi 200-400 milliárd forintot veszítettünk az elmúlt 12 évben azért, mert nem öntözünk. Nos, sok tételt tudnék még felsorolni, hogy miért várhatjuk sajnálatosan 2023-ban azt, hogy az infláció 15-18% között alakul. Van azonban még egy, amit meg kell említenem. Magyar Nemzeti Bank többször figyelmeztetett arra, hogy helytelen a kormány elmúlt fél éves válságkezelési stratégiája. Helytelen, mert halat próbál adni háló helyett, tehát árstoppokkal, kamatstoppal, kamatplafonnal működik. Ez teljes mértékben ellentétes a gazdaság törvényeivel, ugyanis ha egy terméknél kamatstoppot alkalmazok, és lehetőség van a többi terméknél áthárítani a
költségekre és az árakra a kieső profitot, akkor ezt megteszik. Ezt meg is teszik a Magyar Nemzeti Bank számításai szerint nagyjából 2,5-3%-ot várt a kormány az árstoppoktól, ezzel szemben 3-4%-os veszteséget okoz, azaz inflációs töbletet okoz az ársapkák alkalmazása. Azonnal ki kell vezetni minden ársapkát. A Magyar Nemzeti Bank véleménye és álláspontja szerint, ezt többször elmondtuk a kormánynak, jelen pillanatban, ha kényszerből is, de úgy tűnik, hogy egy fontos területen megszűnhetnek az ársapkák, az mégiscsak abszurdum, hogy Magyarország az egyetlen ország, amely még ősszel is az egyetlen fosszilis energia termékeket importáló ország, amely még ősszel is többet fogyasztott az új felrobbant árszintek mellett, mint korábban, mondjuk benzinből és gázolajból. Ez az ársapkáknak köszönhető. Helytelen volt az ársapkák alkalmazása, helytelen a kamatplafon és a kamatstop alkalmazása. Mindennek van jobb közgazdasági megoldása, és miután Magyarországnak ma első számú ellenség az infláció, és a Magyar Nemzeti Bank nem tehet mást mandátuma szerint, az országgyűlés által nekünk adott mandátumok szerint, és nem is kíván más tenni, mint hogy minden eszközzel harcol az infláció ellen. Ezért meg kell mondanunk őszintén, amikor egy kormányzati döntés az nem csönketni, hanem pont fordítva öngólként, most ez aktuális, öngólként növeli az inflációt. Végezetül engedjenek meg bár a 2021-es évről kell szólni a beszámoló zömének, de tekintette arra, hogy kollégáim egy egészen kiváló éves jelentést állítottak össze, amivel mélyen egyetértek, nem ismételném meg az összes ebben szereplő részt, hogyha képviselő hölgyek és urak egy-egy részre kérdést tesznek fel, megpróbálok válaszolni rá. Ahogy ma állnak a dolgok, három kérdést fel kell feltennünk magunknak. Milyen tényleges a magyar gazdaság állapota, mi vezetett oda, hogy ilyen állapotba kerültünk, és van-e kiút. A harmadikra a legkönnyebb válaszolni, mert ismerjük Kopácsi Sándor életművét, akinek van egy kiváló könyve, és azt mondja, hogy van kiút. Mindig van kiút. De időnként ez a kiút más, mint az az út, ami bevezetett a nehéz helyzetben. Hol tartunk? Tehát a világ öt legsérülékenyebb, pénzügyileg legsérülékenyebb egy országok között tartnak minket számon. Ez folyamatos árfolyam háborút jelent, folyamatosan felveti a folyófizetési mérleg válság lehetőségét, folyamatosan nyomást jelent minden egyéb területre, például államadósságfinanszírozás. Az Európai Unió második legnagyobb ikerdeficitjével rendelkezünk. Románia előz meg bennünket, ami nem egy, hogy mondjam, komoly öröm, mert a román finanszírozási rendszer, tovább a politikai, geopolitikai helyzet egészen más, mint a magyar. Románia nem tekinthető a nemzetközi pénzügyi rendszer célpontjának, Magyarország igen. Nagyon magas ikerdeficit, tehát a 6% körüli 2022-es várható költségvetési államháztartási deficit és a 8% körüli folyófizetési mérleg deficit, ez sajnos éppen az a szint, amelyet mi elítéltünk, amikor ellenzékben voltunk 2022 és 2008 között. Ez fenntarthatatlan. A magyar gazdaság inflációs szintje is fenntarthatatlan, jövőben még egyszer 15-18% lesz. Ha magas az infláció, akkor magas a makrogazdasági sérülékenység, és fordítva is. Miért alakult ki ez a helyzet? Próbáltam jelezni, 2010-től néhány fontos területen nem hoztuk meg a jó döntéseket. Majd a 2021-es sikeres válságkezelés után
A közben újabb válságszakasz, az energiaválság szakaszában rossz döntéseket hoztunk. Elengedtük a költségvetést, Magyarország elengedte Lengyelországgal szemben a 2021-es költségvetést, még egyszer a lengyel 1,9% kos deficittel, a magyar 6,8%-os deficittel zárt. A kormány nem fogadta el a Magyar Nemzeti Bank javaslatát, hogy vigyük vissza a költségvetés deficitjét 3-3,5%-ra. A Magyar Nemzeti Bank szeretett volna vétózni, de nem tehette meg, mert a magas infláció miatt az államadósság ráta az nagyon picit, de csökkent. Ugye ismert, az államadósság rátában számlálóban van az adósság, a nevezőben pedig a nominális GDP, tehát minél magasabb az infláció, annál jobban duzzadt föl a nevező. Ez egy első pillanatra megnyugtató arány, de valójában nem az, mert még egyszer az adósság marad, a hitel mindig hitel marad. Azt gondolom világos, hogy mit kell tennünk, van kiút, először is vissza kell térni az egyensúlyi növekedési pályára, helyre kell hozni az egyensúlyt, helyre kell hozni a költségvetést, szükség van egy célzott folyófizetési mérleg programra, a Magyar Nemzeti Bank javaslatot tett a kormánynak egy 9 pontos programra, várjuk a pozitív döntést. Azt gondolom, hogy felül kell vizsgálni az államadósság finanszírozást, forintból kell finanszírozni az államadósság törlesztési és kamatterhét, és a kormány által tervezett igen jelentős jövő évi külföldi hitelfelvételt energiahatékonysági programok finanszírozására kell költeni. 25 milliárd vagy 50 milliárd forintos energiahatékonysági programok olyanok, mintha nem lennének. Több ezer milliárd forintos. Vannak számok, ezek a számok, minél közelebb nézzük, annál nagyobbak. A teljes energiaátállás 20 ezer milliárd forintba kerülne, igen, de már egy 1000-2000 milliárd forintos energiahatékonysági program, amit lehetne finanszírozni külföldi adósságból, mert megtérül a folyófizetési mérlegben is, meg a költségvetésben is. Nos, ez erre kellene, és kizárólag erre, meg talán a digitális átállásra kellene fordítani a külföldi adósság felvételt. És még egy tényező, ezzel persze csak abba hagyom, de nem zárom le a kiút különböző stációit. Mindig belül van a megoldás. A Kopács Sándorra hallgatunk, akkor ezt tudjuk, egyébként is illő tudni, egy kis országban is belül van a megoldás. Ahogy a hibákat belül követtük el, úgy a megoldás is belül van. Képzeljük el, hogy 20 ezer milliárd forintban mérhető a családok pénzügyi megtakarítása Magyarországon. Ebből olyan 8500 milliárd forint van nem látható párnákban és nem tudom, dobozokban otthon, és mondjuk 12 ezer milliárd forint van láthatszóló betétben a bankoknál. Ez a 20 ezer milliárd forint, ez persze most eszi, rágja, harapja az infláció, ezt fel lehetne használni. Ha lennének kormányzati programok, amelyek bekapcsolják ezt a 20 ezer milliárdot, például az energiahatékonyság keretében indított programokra, energiatakarékosságra, például élelmiszeripari termelékenységet növelő programokra, akkor megmozdítanánk ezt a pénzt. Most nagyjából ugyanennyi pénz van az üzleti szektor szereplőinél likviditási tartalékolásban. 1931-től sikeres válságkezelés volt, 32-36 között pedig 80 ezer kis és közepes birtok jött létre, amellyel a mezőgazdaság és az élelmiszeripar hát termelékenysége is megfordult, meg a kisbirtok termelékenysége nagyobb volt, magasabb volt, mint a nagybirtoké, már akkor is. Nos, egy ilyesfajta élelmiszeripari mezőgazdasági programra és persze öntözésre lenne szükség. Végezetül azzal szeretném zárni, hogy van kiút, szembe kell nézni azzal, hogy a magyar gazdaság válságközeli helyzetben van, szembe kell nézni azzal, hogy a pénzügyi makrogazdasági mutatók az Európai Unióban
Az első-második legrosszabb helyen vannak, jövőre már a legrosszabb lesz, mert a 15-18% közötti várható infláció a legmagasabb lesz az Európai Unióban. Szembe kell nézni azzal, hogy Magyarország, ha folytatja ezt a gazdaságpolitikát, tehát nem hajt végre egy kétharmados gazdaságpolitikai fordulatot, akkor elveszíti az évtizedet, stagnálás, stagfláció következik. Ez most még megelőzhető, egy év múlva már nem. E békülékeny, és mint ami nem olyan közel a karácsonyhoz, tehát nem terhel a karácsonyi örömünket, békülékeny, ám de azt gondolom, hogy egyenes értékelést szeretnék adni. A 2021-es évre koncentrálva, de ez nem önálló év, hiszen előtte is volt, 2020-tól ez egy új évtized. És a 22-es is, év is itt van velünk, és a 23-as évről is látjuk, hogy hogyan alakul. Tisztelt bizottság, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, köszönöm szépen a figyelmet.